Ritka Magyarországon az olyan ember, aki felvállalja betegségét és nem bújdokol el a világ elől. Szívem szerint minden ilyen embert bemutatnék itt a naplóban, hiszen tudom, hogy sokan vannak olyanok, akiknek szükségük van mások biztatására, mások lelki ereje, nekik is feltöltődés. Zsuzsa fantasztikus az, hogy meg tudott siratni egy egész stúdiót és a képernyőn keresztül a fél országot úgy, hogy ő végig mosolygott és nyert, méghozzá sok pénzt, több mint 2 millió forintot. Horvátné Zsuzsanna. Valaki biztatta, hogy jöjjön? Nem. Hogy jutott eszébe, hogy eljöjjön? Történt egy olyan magánéleti fordulatom, amikor azt mondtam, hogy ezt még megjátszom, mit veszíthetek? Mi ez a magánéleti fordulat? Kiderült, hogy rákos vagyok. A játékos. Az anya. A feleség. Na, mondjad. Mondjad, súgd meg. Súgd meg, neki még. A nagymama. Fáraszt le. Azt mondtam, hogy ez nem igaz, hogy az én lányom ilyen okos. A gyerek. És rám támogta. A barátnő. 2.300.000. A nyertes. Horvátné Ferenczi Zsuzsát szerda óta egy egész ország ismeri. Az asszonyt, aki a tévénézők előtt vállalta, beteg. A boldog nyertest, aki már csak győztes akar lenni a rák fölött. Zsuzsa úgy éli az életét, mintha március 22-én semmi nem történt volna. Mintha nem derült volna ki, hogy tüdődaganata van. Csak annyi a változás, hogy a munkahely helyett otthon van. De legalább nem a kórházban. Tojásleves készül, de Zsuzsa azt is tudja, hogy vasárnap rántott csirke lesz. Nagy szó ez. Nem a rántott csirke, hanem a vasárnap. Mindig csak egy nappal előre terveztem. Tehát nem mertem tovább lépni az egy napnál. Éljük meg ezt az egy napot, következő napot, az egy hetet, az egy hónapot. Ez a védekezés? Igen, biztos vagyok benne, hogy ez egy ilyen védekezés, hogy akkor érdekes, én imádok ábrándozni és álmodozni, és erről is leszoktam. Zsuzsa arról sem ábrándozott, hogy nyer majd a betélkedőben. Csak döntött. Mindent kipróbál abban az időben, amit rám ért az élet. Hát így jutott el az elhatározásig, megméreti magát. Az embernek azért időnként tényleg vannak ilyen lelki állapotai, amikor teljesen befele fordul, és akaratán kívül is sünnmalac lesz, agresszív sünnmalac lesz. Nem akarja, de jönnek ilyen időszakok. Én pedig azért vagyok ott mellettet, hogy kirángassalak ezekből a mély pontokból valahogy, vagy kritikával, vagy humorral. Hát azért vagyunk mi egymásnak tulajdonképpen. Kati a barátnő, a segítő, a mankó, a lelki támasz. Őt is ismerhetik már a műsorból. Kati volt az, akinek Zsuzsa először elmesélte, hogy jelentkezni akar a multimilliómosba. És Kati volt az, aki belökte Zsuzsát a stúdióba, amikor egy pillanatra meghátrált. Mert Kati tudja, nem csak a kutyáját hívják Lutrinak, az élet maga is az. És ettől szép. Kati Zsuzsa életében egyfajta létra, akinek a segítségével újból és újból kimászik a gödörből, mert gödrök azért vannak. Itt nem szabad olyan vigaszt adni, hogy nem baj, úgyis meggyógyulsz, tehát én szerintem ez üres beszéd. És akkor mit mondod? Akkor sorba vettük a lehetőségeket, amiben benne volt az is, hogy meghal. Ez nem múlt el. Mi van, Luisa? Jaj, várj, itt egy hajszál. Zsuzsa szerencsére nem foglalkozik ezzel, legalábbis nem túl sokat. Mindjárt hallani fogják, szenzációs technikát eszelt ki a lelki túlélésre. Hiszen muszáj. Muszáj nevetni a 8 hónapos kisunokára, muszáj örülni minden együtt töltött pillanatnak. Na most nem rohan temetkezés vállalathoz, meg nem végrendelkezik, meg nem csinál ilyesmiket, de valahol az agya legbelső részében igenis megcsinálja azokat a terveket, hogy és akkor, ha mégsem sikerül, akkor mit csináljak, mi legyen az intéznivaló, mi legyen az ez, mi legyen az az. Aztán ezt elteszi a kis fiókjába az agyának valahova, és tovább éli az életét. De kell lenni egy ilyen kis pici fióknak, ahol azért ezt eltervezem, mert ne érjen senkit váratlanul az, hogyha tényleg bekövetkezik a rosszabbik megoldás. De a fiókot be kell csukni. Zsuzsa becsukta a fiókot és éli az életét úgy, ahogyan ő akarja.
kutyasétáltatás után, unoka levegőztetés. Egy rövid időre Zsuzsa is beül a hintába, de erre szigorúan csak a játszótéren hajlandó. A sors már nem tudja többé meghintáztatni. Öntörvényű. Rám nagyon nehezen hallgató, nagyon nehezen befolyásolható, de talán ő így a jó, így a kerek. Ha nem ilyen lenne, és hogyha most kezdenénk el megváltoztatni, akkor az már nem ő lenne. Hú, de jól állunk, 1 250 000 forint. Tervezgetett már? Tervezgettem. Mi lesz vele? Hát egyik része a nagyobbik gyermekemé lesz, ugye azt hiszem, hogy említettem, tegnap volt, hogy hatalmas nagy munkátok folynak, és hát oda kell a pénz. A másik része a kisebbik lányomból még nem beszéltem, mert van nekem egy kései kisebbik is, aki 19 éves. Mi az, amit magára költ ebből? Hát amit magamra költenék, az étrendkiegészítők lennének. És az öntörvényű mama csak azért csalt el bennünket Barbiékhoz, a nagyobbik lányához, hogy lássuk, mire is szánta ő a nyeremény egy részét. Már csinos a kis lakás, de még sok minden hiányzik. Egy valamiből van bőven, tervekből. Ide járt a kisebbik lányom, a Gabriella, és a Rékát is ide szeretném majd beiratni 6 év múlva. Este aztán összegyűlik a család, együtt nézik a műsort. Mindenki tudja ugyan, hogy Zsuzsa nyert, de nem mindenki látta. És egy balerina! Jó válasz, nagy taps a stúdióban, büszke mosoly a férj arcán otthon. Még Réka is szurkol a nagyinak, Zsuzsa pedig elégedetten a fotelben. Azt hiszi, túl van a nehezén. Hát majd innen folytatjuk, ha... Majd innen. A Magdus írta, szuper volt, elpuszi. Két telefonon beszélni, egyet olvasni talán még annál is nehezebb, mint válaszolni arra, ki nevezte el a csendes óceánt. Nagy pillanatok ezek, örök nyomot hagyók, de nem csak Zsuzsáéknak. Ezek kegyes pillanatai az életnek egyébként. Legalábbis az én életemben kegyes pillanatok. Én nem gondolom, hogy ezt szégyelni kellene. Sem az adásnak két tanulsága volt, vagy több. Az egyik, hogy igenis az életet meg kell élni, és arra azt hiszem, hogy a Zsuzsa nagyon jó példa, és ez rám is vonatkozik. Másnap Zsuzsa élete visszatér a régi kerékvágásba. Rohanás reggel a receptekért a kórházba, fel kell erősödni a következő sugárkezelésre, aztán az édesanyja is nagyon várja már. A rendelőbe Barbie férje András kíséri. Zsuzsa úgy mesterkedett, hogy a két nap alatt, amit vele töltöttünk, az összes családtagját megismerjük, mert nélkülük nem tart a naikt. Az a fajta szemlélet, ez a derűs világlátás, ami neki van, azt gondolom, hogy nagyon jót tesz az ő gyógyulása szempontjából is, és úgy gondolom, hogy rengeteg igazság van abban, hogy az ember maga tudja, hogy mitől gyógyul. Annus néni, Zsuzsa édesanyja 87 éves, jól tartja magát. Ezért keseredik el folyton, ha eszébe jut, Zsuzsa csak 55. És hogy volt a tegnap esti? Hát fárasztó. Fárasztó volt, én meg itt végbőgtem. Miért kell bőgni, mama? Miért kell bőgni? Én az életben egyszer van. Ha az apja ezt látta volna, azt talán megőrült volna. Mert ha valami rosszat csinált, a te lányod, ha valami jót. Az én lányom, ugye mondtam én neked, ne bántsd a Zsuzsát. Nagyon szerette az apja. Ahogy fogynak a teendők, úgy fogy Zsuzsa ereje is. Azért nagyon elfárad, nem tud enni sem úgy, mint régen, de nem adja fel. Nem adják fel. Béla a férje már otthon várja. Kávéval, ahogyan minden nap. Lassan 20 éve. Akkor lepődtem meg, amikor azt mondta, hogy szembe fogok el nézni a halállal. Harcolni fogok, és én fogok győzni. Azt mondta nekem Zsuzsa, hogy ő már bármit megtehet. Ha úgy hozná kedve, megihatna egy üveg pezsgőt, és fején állhatna, vagy táncolhatna a Kordován téren, mert a rákosoknak sok mindent szabad. Egyetlen dolgot nem, feladni. És még valami, hogy olyan zsuzsásan fejezzük be. Tudják-e, hogy kinek a zenéje szólt az utolsó pár kocka alatt, és miért? Nos, az angol botrányhős, Eminem zenéjét hallhatták, ő Zsuzsa kedvence.
Azért, mert azt mondta, hogy olyan karizmatikus személyiség. A naplóban Dorogi Gabriella riportját látták.